Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkárcún. Mai videóban szeretném nektek bemutatni a 2008-as Európa-bajnokságra készült hivatalos EB albumot. Múltkor a cuccaim között kutattam, keresgéltem és megtaláltam, gondoltam, miért nem mutatnám be. Nézzük is. Hát az elején látható, ugyanígy itt is megvannak a ritka matricák, a csillogós itt kicsit más, ilyen krómozott beütése van. Ami nekem nagyon tetszett, hogy a rendező városoknál külön-külön kaptak matricákat csillogós verzióban, illetve a városról egy képet találhatok, és a stadiont. Amint látjátok, sajnos az album hiányos, nem tudtam összegyűjteni őket, a játékosokból már több lesz, de sajnos nem sikerült. Utána néztem, hogy itt is ugye a városok, utána néztem, hogy lehetséges még beszerezni a régi csomagokat, de nagyon drágák. Talán majd egyszer. Nézzük is az első csapatot, egy ilyen különleges csapatképet láthattok itt, illetve a címer, ez már az új 2016-os albumban is megvolt. A játékosok, először Svájc, játékosokból is több van, tehát azért elég komoly mennyiségben találhatóak meg. Csehország, Portugália, Cristiano Ronaldo már benne volt 2008-ban is, sőt a 2006-os albumban is megtalálható. Törökország, az játékosokban megfigyelhető, hogy alig pár darab hiányzik, talán érdemes lenne valahogy szert tennem rájuk, és akkor lenne egy komplet 2008-as albumom. Na, majd egyszer. Hát a horvátok azok nincsenek sokan. Luka Modric, aki érdekes lehet itt. Illetve Németország. Itt is Kevin Kurányi, Klose, csatár sorral, illetve Gomez. Müller még sehol. A lengyelek, hát itt elég salátásan néz ki az album. Lewandowski sehol nincs még. És a hollandok, ugye ők ki se jutottak. Itt van egy teljes csapatképem. És egy holland szurkolótábor. Olaszország. Szinte teljesen betelítve, kettő hiányzik. Románia. A franciák. Thierry Henry-val, Anelkával. Görögország. Svédország. Spanyolország. A legendás David Villa Fernando Torres csatárpárossal. Rengeteg gólt szereztek a 2008-as EB-n. Oroszország, és ami nagyon érdekes, és megint roppantul különleges, és nagyon tetszik, ugye a legjobb játékosokat, akár kapustéren, de itt láthatjátok a védőket, Puyol, Mertesacker, Cannavaro például, ki vannak emelve külön matricákkal, ilyen akció matricákkal, ahol éppen látod, hogy fociznak, művelik a játékot. Nagyon ötletes, roppantul tetszik. És a végén egy kis retro rész, ez is majdnem be van telve. 1964-es Spanyolország hiányzik, de végig az összes csillogós, egyszerűen fantasztikus, nagyon hangulatos és nagyon jól néz ki. Ennyi lett volna 2008-as EB album. Remélem tetszett a videó. Ha találok még ilyen retro cuccokat, matricával, albummal, kártyával kapcsolatos dolgot, akkor azt bemutatom nektek, ha érdekel. Illetve ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!